Nincs üldözési mániám, de azért józanul gondolkodok. Lehet, hogy ez a véletlenek egy esése, de lehet más is. Na most csak a kitűzéssel kapcsolatban, ugye ez egy 2007-es ügy. Igen, de az első tájékoztatóban az volt, hogy 2008 elejére várható a tárgyalás. Ehhez képest pont egy évet csúszott. Az, amikor az ember ezt a tájékoztatást megadja, akkor nyilvánvalóan nincs olyan helyzetben, pontosan meg tudja mondani, hogy mikor tárgyalást kitűzni. Vannak 2006-os ügyek, kiadalkodóak ellenfolyó ügyek, amelyek még mai napig nem kerültek kitűzésre. Időrendi korlátnak kerülnek az ügyek kitűzésre, fiatalkorúak ügyéből. Ne tessék tovább mondani, hogy értem én, hogy ilyen akadályok vannak. Csak arra akarok utalni, hogy semmilyen, legalábbis a bíróság részéről semmilyen oka nincs annak, hogy most került ez a kitűzésre, most került időrendben ide a bíróság. Csak azért mondtam, hogy tisztában legyen, tehát 2006-os FK-s ügyek vannak, amik még mai napig nincsenek kitűzve. Tehát semmilyen mögöttes dolog nincs amögött, hogy mai napig tudott a bíróság ezt a ügyet. Én ezt el tudom fogadni, de ugyanakkor mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy azért, mert az államhatalom föltornyosítja az ügyeket, arról én, mint vádló nem tehetek. Szokták mondani, hogy a törvény nem ismerése nem mentesít. Tudom, itt a bíróságnál úgy vannak a törvények, hogy nincsen ilyen határidős törvények, vagy legalábbis nem tudom ismerni igazából. Nincs. De azért, mert nincs. Ügy hátralékok vannak, azért én nem szenvedhetek át. Na most, hogyha az ítélet megszületik az ügyben, és olyan döntés születik, akkor nyilvánvalóan ön kártérítési igényel lépett, és a kártérítési igénynél nyilvánvalóan az is számít, hogy megvizsgálják büntetőeljárás hatálya alatt. Tehát én úgy érzem, hogy az eljárás elhúzódása ön ilyen szempontból nem fogja terhelni, hogy ebből a szempontból kártérítést. Igen, de 2007. június 4-én talán, vagy 6-án ezeket a tévéfelvétel beszerzésekre indítványt tettem. A térfigyelő kamerák beszerzésére indítványt tettem, a rendőrségi felvételek beszerzésére indítványt tettem. Eltelt több mint egy év, és 2008. 6-án tettem a következő beadványt, amiben jóformán csak annyit írtam el, hogy egy évvel korábbi indítványomat kérem a bíróságtól, hogy teljesítje. És az előbb azt tetszett mondani, hogy a térfigyelő kamerák beszerzésére pontosítsunk, hogy rosszul értettem, vagy nem, hogy ha nem szándékozik intézkedni. Azt mondtam, hogy eddig a bíróság intézkedése, vagy a döntés szerint nem történt intézkedés, azt is elmondtam, hogy célszerűtlennek ítélte meg a bíróság, tehát eddig most ha már itt tartunk, azért arról tájékoztatom, hogy bizonyítási indítványokat elő lehet terjeszteni az eljárás folyamán, és a törvény értelmében a bíróságnak a tárgyalás belekezdését kell erről dönteni. Igen, de tisztelt bírónő, akkor én lehet, hogy én vagyok, tehát itt tévedésbe erősítse meg. Én úgy tudom, hogy december 2-án rendelkezett az ORFK főparancsnoka felé a térfigyelő kamerák beszerzésére. És azt tetszett most eddig mondani, hogy nem rendelkezett. Igen, megnézem, hogy akkor milyen tájékoztatás. Tehát a 2005. december 2-ai tájékoztatás azontól. December 2-án az MTI felé, az ECO TV felé és az ORFK főparancsnoka felé a térfigyelő kamera felé is tetszett intézkedni. Bocsánat, pontosítom, valóban a megszerzés a bíróság az ORFK parancsnokát 2005. december 2-án a térfigyelő kamera beszerzés vonatkozásában, ez így korrekt valóban. Jó. Tehát akkor van még egy összevétele, vagy akkor bizonyítási indítványra rá lehet kérni? Hát, én tudom azt, nekem kigyűjtötték már az MTV-nél, tudom azt, hogy kit kéne megkeresni még szerint, hogy elméletileg azt mondta úgy, hogy teljesen ismeretlenül, hogy hozzá kell fordulni. Jó, ezt akkor majd jelzőkönyvezzük, hogy akkor kitindítványoz, hogy a bíróság megkeresen, vagy akkor eredményes legyen megkeresés. Jó, ezeknek utána kell rengeteg ilyen információval, ebből többet indítványoztam is a bíróság felé, de ezekben nem történtek lépések is egy idő után, és ez a borzasztó, hogy... Én elmondtam önnek világosan, hogy önnek milyen indítványai voltak, és a bíróság hogy lépett az ügyben, és melyik, amiben nem lépett, jó? Tehát akkor most csináljuk azt, hogy most... Mindegyikben lépett végül is, csak nyomatékos ismétet és ismétet kérés után. Jó, akkor most az eljárás további menetében lehet majd jegyzőkönyvezni a bizonyítási indítványokat, és akkor ott konkrétan megjelölheti, hogy kit kell megkeresni, hogy eredményes legyen a bíróság megkeresése, de először a bárhatósági a szó, hogy neki milyen bizonyítási indítványokat, utána terjeszti kérdezni ön és a bizonyítási indítványokat. Amit most nem tud bejelenteni, akkor arra tudom, hogy kell információt szeretni, hogy valamit felmutatni, akkor 15 napon belül még bejelentik a bizonyítási indítványát. Jó? Ez így akkor érthető volt. Jó. Jó, akkor
most kérem, hogy foglalj helyet, most ügyészőkre nyilatkozás, utána a második megfelelősségre. Jó? Tehát akkor bizonyítási indítvány tekintetében kérem az ügyészséget, hogy van egy ügyészség. Tisztelt Bíróság, a vádlatban írt, és még ki nem hallottam a vonatkozásában. Jó, először az ügyvédőt fog, és utána még önterem, hogy ha még van egy ügyvédőt. Csak nem hallottam, hogy az ügyvédő mit mondott. Jó, nem hallotta, a vállalat jött, és ki nem hallott a tanú meghallgatására, hogy az indítvány. Jó, el lehet reagálni? Majd ha megkapja a szót. Jó, most először az ügyvédőt, ügyvédőt találkozol. A bíróság a bizonyítási indítványra kapcsolatban több alapvető vonatkozatunk van, és észrevételünk. Egyrészt a Budapesti Nyomozó Ügyészség, ami a vádiratot előkészítette, hivatalról kell, hogy rendelkezzen lényegében az összes olyan felvétellel, amely a 2023-án Budapest közterületén történt tömeges rendőri jogsértések tárgyát képező eseményeket rögzíti, vagy rögzíthette, hiszen ugye több bejelentés is volt többek között a látnak képviselt nemzetjogi alapítvány is tett ezzel kapcsolatban 2021-ben jelentést, amely alapján az Budapesti Nyomozó Ügyészség vizsgálatot, bár eredménytelenül nem találtak azok a sok követőjét, amely rendszeres sok bűncselekményt okozta a Budapest utcáin annak idején, de meg kell legyen, hiszen megnyugtatta minket a Nyomozó Ügyészség illetékesség afelől, hogy minden létező felvételt beszereztek, így nyilvánvalóan gondoljuk azt, biztos vagyunk abban, hogy a Budapesti Nyomozó Ügyészség nem tárta még teljes körűen a tisztelt bíróság elé a birtokában levő felvételeket, és különösen nyilván a mi esetünkre gondolok csak, tehát azok a 23-án, a 23-án, a Csillinszki út környékén 15 órától, mondjuk 16 óráig terjedő időpontban történt események felvételei lennének érdekesek. Ezeknek a becsatolására kérjük hívet a tisztelt bíróságra, láthatóságot, bár tényleg egy kicsit hiszen még ezek itt hangsúlyozunk az ártatlanság véleme alapján, és ugye a vár egy ítélkezési védelmi elkülönülésének elvédő szakadóan ugye a várnak kellene ugye bizonyítani a várnak foglalt valóságot, vagy valóban foglalt valóságát. A védelem ugye most nyilván már teljesen passzív a várhatóság ebben, ebben egy abszolút kérdés volt, de nincs olyan bizonyíték a birtokában, ugye itt a egymással ellentmondásra kerülő került rendőrtanok vallomásain kívül egyébként sem plusz a vegyető rendőrvallomásokon kívül, amelyek úgymond a vádatok megalapoznák. Ezért is mondtuk már az eljárás elején, hogy nincs törvényes vád, és én értelemben ennek az eljárásnak a feladatban tartása is, pláne mai nap után lényegében szakmailag értelmetlennek tűnik. Tehát mindezeket azért természetesen mondom, hogy ne kedelje a védelem, ha már vád nem teszi meg, akkor tényleg tiszteletes érvényünk a védelem kénytelen megtenni azt, amit a elmulasztott ebben az ügyben. Indítványozom továbbá, hogy a tisztelt bíróság szerezze be és tegye az eljárási iratok részévé szintén ezen bíróság előtt, 23-as tanács előtt folyt Római 5-20-9978 per 2007-es itt számú folyamatban volt hivatalos személyen erőszak büntette miatt Pogány András ellen indult büntető eljárás iratai, amely eljárásban hétfőn elsőfokú jogerős felmentő ítélet született az eljárás alában személy vonatkozásában. Ott abban az eljárásban nagyon részletesen föltárták, hiszen ugye az a vád felmentett vádlott szinte röviddel, percekkel a vád szerinti cselekmény előtt került elfogásra, mindazonáltal 13 óra, 30, 13 óra, 50, ugye említ a vádiat továbbra is, ugye, amelyből fakadóan kénytelen vagyunk azt feltételezni, hogy ebben mélységesen hisz a vád ennek az időpontnak a valóságában, mint azok ellenére, ami ma itt elhangzott, és mivel nyilvánvalóan ilyet nem is volt tömeg, senki nem volt civil ember a környéken.